Kedves testvéreim, mai ige szakaszunk János evangéliumával a hatodik részből szól hozzánk. A zsidók vitatkozni kezdtek egymással, és ezt kérdezték. Hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül? Jézus így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen életi bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napom. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem iszik, eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek és mégis meghaltak, aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tanított. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus a Kapernaumi zsinagógában tanít, prédikál, erre felnőtt, írástudó, zsidó férfiként meg is volt minden lehetősége, minden joga, sőt, miután vándor tanítóként már híre ment az ő tevékenységének, biztos, hogy nagyon sok ember sereg lett oda, sokan szerették volna őt hallani, de csalatkozniuk kellett ezeknek az embereknek az ő emberi elvárásaikban, mert Jézus nem olyasmikről beszélt, ami kielégíthette volna az ő kíváncsiságukat, amiket itt Jézus mond, azok nagyon megbotrángoztató, furcsa dolgok. Arról beszél, hogy az ő teste étel, és az ő vére ital. Tudjuk és értjük ma már azt, ma élő emberek, amit talán még az akkoriak nem, hogy azért tud Jézus Krisztus étellé és itallá válni számunkra, mert valóságosan is testé és vérré lett. Miattunk, helyettünk, értünk, halt, kínhalált emberi testben, ezért jött le a földre. Aki ezt megérti, az valóban el tudja fogadni azt, hogy őt eszi, és őt issza, belőle táplálja a lelkét. Azonban ezek az emberek, akik hallgatták őt, nem Isten, hanem József az ács fiát látták benne, ezért nem nagyon voltak hajlandók odafigyelni arra, hogy mit is mond, és annak mi is a valódi értelme. Régen és ma is voltak olyanok, akik képtelenek elfogadni ezt a tanítást, nem véletlen mondja az apostol, hogy ez a tanítás egyeseknek bolondság, másoknak botránkozás. Ugye Isten segítségével túl tudunk látni a láthatókon, a szükséges földi, fizikai kenyér gondokon, a mindennapi szükséges dolgokon, és ha ezen túllátunk és elfogadjuk Jézus Krisztust ételnek, italnak, akkor ő valóban táplálhatja és táplálni is fogja a mi lelkünket az örök életre. Amen.